A reptérről jöttél ide, nyaralásból. Sikerült kipihenni magadat? Igen, bár most az utazás után elég fáradt vagyok, de nagyon jó hetet töltöttünk el, úgyhogy kipihentem magam, és készen állok a jövő évre. Hírek szerint történt valami nagy esemény a nyaralás alatt. Mi történt? Igen, megkértem a barátnőmnek a kezét, és szerencsére igen mondott. Hogy esett a leánykérés? Már régóta terveztem, és a tengerparton történt meg. Meglepődött a barátnőd? Nagyon meglepődött, nem számított rá. Szerette volna, már régóta, de nem számított rá. Nagyon sikeres év után vagy, nem csak a magánéletben, hanem a teniszpályán is. Hogyha egyetlen egy pillanatot fel kell most idézned, ami a legemlékezetesebb volt a 2017-ből, akkor mi lenne az? Nehéz, mert nagyon sok szép emlékem van erről az évről. Talán a legszebb az az évvégi bázeli 500-as torna, ahol a selejtezőből egészen 8-ig jutottam, és Csili Cselen egy óriási mérkőzést játszottam, amit majdnem sikerült nyernem. És ki szeretném emelni a Davis kupát is, hiszen 22 év után Davis kupa csapat világcsoportba jutott. Mindig is ez volt a vágyam, Davis kupákon mindig is jól játszottam, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is sikerült. Olyan nehéz év volt, egész évben mentem. Tényleg 3-4 nap pihenőnél soha nem volt több. Minden héten edzettem, versenyekre mentem, úgyhogy keményebb volt. A jövő év még nehezebb lesz. Most már várják is tőled a sikert. Fel vagy erre készülve? Fel vagyok készülve, igen. Várom az új kihívásokat. Azért is lesz nehezebb, mert jövőre már ATP tornákat fogok játszani, illetve Grand Slam-eken is főtáblákat. Hogy néz ki a januárod? December végén kezdődik már a januárom, 26-án indulok Indiába. Január 1-én már kezdődik egy ATP 2-20-es verseny, aztán játsszuk egy Challenger tornát az Ausztrál Open előtt, és utána pedig az Ausztrál Open Melbourne-ben. Még ott egyszer se játszottam főtáblán, úgyhogy nagyon, nagyon várom a versenyt. Szeretnék legalább egy mérkőzést nyerni. Persze izgulok, minden Grand Slam előtt izgulok, de remélem, hogy most már ezen át fogok esni. Mondtad, hogy 26-án már kezdődik a szezon, akkor rövid lesz a karácsonyi ünnep. Mennyire szereted ezt az ünnepet? Ége már benned a karácsony láz? Nagyon szeretem, ilyenkor mindig összegyűl a család. Egész évben alig vagyok itthon, és tényleg nagyon nehéz összehozni az ilyen családi vacsorákat, és végre most megadatik rá az esély. Kedvenc menü, desszert, valamilyen fogás? Nálunk a halászlé rántott hús szokott lenni a menü. Van egy gyerekkorodból olyan élmény, amikor írtál mondjuk a Jézuskának, és meghozta az ajándékot, amit te szerettél volna? Már ilyen 8-9 évesen én nagyon szerettem az ilyen elektromos kütyüket, és telefont szerettem volna, ha jól emlékszem, ilyen kinyithatós telefont, és sikerült, elhozta nekem. Milyen volt az öröm akkor? Hát nagyon boldog voltam. Milyen lenne az öröm, hogy a Davis kupán is sikerülne egy újabb csodát végrehajtani Belgium ellen? Akkor még boldogabb lennék. Úgy gondolom, hogy az egész csapat készen áll egy bravúra, idén is bebizonyítottuk, hogy bárkit meg tudunk verni. Viszont, hogyha nem sikerülne, akkor is nagyon szeretném, hogy ebben maradnánk a világcsoportban.